elakadt kamionok, lépésben haladó forgalom, 50 km per órás szél, ez jellemezte a mai napot. Fejér megye nyugati részére hófúvás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú narancsriasztást adott ki délelőtt. A felerősödő légmozgás miatt hóátfúvásos útszakaszok alakultak ki, és több út járhatatlanná vált. Hiába dolgoztak egész nap a hókotrók, a szél pillanatok alatt újra az úttestre fújta a havat. A katasztrófa védelem közleményben kérte a gépjárművezetőket, ne induljanak el. Ha mégis emellett döntenek, elindulás előtt mindenképpen érdeklődjenek a tervezett útvonal járhatóságáról, és vigyenek magukkal hóláncot. A 81-es út így nézett ki délelőtt, itt a forgalom miatt nem tudott letapadni a hó. A leágazásoknál viszont már más volt a helyzet, Csákberény fele helyenként fél méteres hótorlaszokat emelt a szél. A Móri bekötő út délelőtt 11-kor így nézett ki. Hiába sózzák és tisztítják folyamatosan az utakat, az erőszél lehordja a sót az útról. A katasztrófa védelem és a tűzoltóság egységeinek délután 2-ig 12 alkalommal kellett segítséget nyújtaniuk az erős szél és a havazás miatt. Székesfehérváron az Erzsébet utcában egy kis teherautó akadt el, illetve süllyedt meg a hóban. Délután a 81-es főút és a 8-as főút csomópontjánál egy nyerges vontatónak kellett segíteni a továbbhaladásban, valamint a Sóstói Ipari Parkba is beavatkoztak a tűzoltók, ahol szintén egy nyerges vontató csúszott a zárok szélére. Kora délután zárt ajtók mögött zajlott az operatív megbeszélés a hóhelyzet kapcsán. Minden olyan szakmai szervezet részt vett a találkozón, akinek feladata van az intenzív havazás következtében kialakuló esetleges nehézségek megoldásában. Abban az esetben, hogyha a Fehérvárról kifelé vezető utak elzáródnak, a hóakadályok keletkeznek, és nem tudják a várost elhagyni állampolgárok, akkor az ő elhelyezésükre gondoskodni kell. De azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre úgy látjuk, hogy ilyen probléma nem várható. Délután 5 óráig Székesfehérváron és környékén minden útvonal nehezen ugyan, de járható volt. Nádasdladány és Zámoly, valamint Iszka-Szentgyörgy fele okoznak nagyobb problémát az időjárási körülmények, de a közútkezelő munkatársai még valamennyi helyen biztosítani tudták a folyamatos járhatóságot.